Nem lesz hosszabbítás, 2020. január 1-től várhatóan eltörlik a kedvezményes lakás áfát. 100 millió Piricsének, a település három beruházásra több mint 300 millió forint támogatást nyert. Nyári betakarítás, kellő körültekintéssel kell felkészülni tűzvédelmi szempontból is, hívja fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Nem hosszabbítják meg a kedvezményes 5%-os lakásáfát 2019 után. Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentésében közölte, hogy ez a kedvezmény csak átmeneti időszakra szólt. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A kormány célja a családok segítése volt, azonban a kedvezményes áfa az ingatlan befektető célpontja lett. Az elmúlt években folyamatosan nőtt a kiadott lakásépítési engedélyek száma. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez a szám 2016-ról 2017-re 75%-os emelkedést mutat a KSH felmérése alapján. A lakás áfa még 2016. január 1-ével csökkent 27%-ról 5%-ra. A bejelentésben már akkor is kiemelte a kormány, hogy a kedvezmény átmeneti időszakra szól, 2019. december 31-éig. Varga Mihály múlt héten pedig épp arról beszélt, hogy a kormány nem tervezi a dátum hosszabbítását. Az eredeti cél a családok támogatása volt, azonban egyre inkább az ingatlan befektetők célpontjává vált a kedvezményes áfa. Az, hogy kifizeti majd a plusz költségeket, ha átcsúszik egy-egy beruházás 2020-ra, az a szerződésektől függ, hogy abban a vételár megállapítása bruttó módon, tehát az áfával növelt vételárral együtt, vagy pedig nettó módon, tehát nettó vételár plusz áfával történt. Szakportálok szerint sok építkezés a nagyfokú munkaerőhiány miatt csúszott meg az elmúlt években. Mi azt mondjuk, hogy erre a három évre vállaltuk azt, hogy lemondunk egy jelentős adóbevételről, és összekötjük a demográfiai kérdéseinket a lakásépítések, a beruházások fejlesztésével. És ennek érdekében a kormány adott egy adókedvezményt. Nem tervezünk hosszabbítást, 2019. december 31-ig van ez az adókedvezmény. Arra biztatok mindenkit, hogy ha tudja, akkor eddig az időpontig vegye igénybe ezt az adókedvezményt, ez ezért találtuk ki, ezért indítottuk el, ezért támogattuk ezt a parlamentben. Szerintem az a korrekt, az a tisztességes, hogyha a kormány hagyja egy adókedvezményt egy átmeneti időszakra elindít, akkor nem piszkálja ezt folyamatosan, mert akkor előbb-utóbb senki nem fogja komolyan venni a kormány döntéseket. Az elmúlt években folyamatosan emelkedett a kiadott lakásépítési engedélyek száma országos szinten, 2017-ben pedig már több mint 14 ezer lakást vettek használatba. Ez 44%-os növekedést jelent az azt megelőző évi adatokhoz képest. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében például 2017-ben 384 lakás épült fel, ez 2016-hoz képest 75%-os emelkedést mutat. A kiadott lakásépítési engedélyek száma pedig a felépült lakások duplájára nőtt, számuk összesen 788 volt. A statisztika további javulást mutat. 2018 első negyedévében már 3394 új lakás épült, 65%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott engedélyek száma pedig 9850 volt, ez a szám pedig 3,4%-kal magasabb a 2017-es számokhoz képest. A KSH lakásstatisztikai munkatársa kiemelte, a fellendülést a kiadott engedélyek száma mutatja, később pedig a használatba vett lakások számán látható majd a növekedés. Az építkezések számának alakulása befolyásolja a megszűnt lakások számát is. 2017-ben 2001 pár száz lakás szűnt meg Magyarországon. Itt természetesen csak azokról a lakásokról tudunk, amelyeknek a megszűntéről az építési hatóság tudomást szerez. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyébként egészen kevés 67 lakás szűnt meg. Annyit kell tudni erről az adatról, hogy általában olyankor szokott megemelkedni a megszűnések száma, amikor maga az építkezés is megélénkül, és ennek az az oka, hogy a lakás megszűnések általunk megfigyelt esetei azok részben az épületek elavulásával függnek össze, amikor egyszerűen lenyészik, összeomlik egy ház. Már a másik része viszont az új lakások építésére, tehát gyakran arról van szó, hogy egy adott telken egy már elavult épületet lebontanak, és a helyére épül új épület. A kormány eredeti terve a családok segítése volt a kedvezményes áfával, és bár az 5%-os áfa kulcsot előre láthatólag eltörli 2020-tól,
Az évek óta népszerű családi otthonteremtési kedvezmény továbbra is elérhető lesz a családok számára. Több mint 300 millió forintnyi fejlesztési forrás nyert Piricse önkormányzata. Ebből az összegből megújult az egészségház, piac épül, illetve az óvoda udvarán egy bölcsődét is kialakítanak. A településen évente 30-32 gyermek születik, ezért is van szükség az új intézményre. Egy másik forrásból a polgármesteri hivatal energetikai felújítása is megvalósul. Energetikai fejlesztés, hőszigetelés, nyílászáró csere és akadálymentesítés. Ezek a beruházások fejeződtek be az elmúlt időszakban a Piricsei Egészségházban. A beruházásra 63 millió forint topos forrás nyert a település. A végéhez közeledik az orvosi rendelőnk felújítása. Ott már csak apróságok a táblák elhelyezése, illetve ilyen pipere munkák zajlanak, takarítás, hasonló munkák. Ez nagyon szépen megújult az épület, új orvosi rendelő, illetve védőnői szolgálat, ahol már egész más körülmények között tudnak majd dolgozni a szakembereink. A település további két beruházása is folyamatban van, erre szintén a terület és településfejlesztési operatív program forrásából kapott támogatást az önkormányzat. A látványtervek már elkészültek, így néz majd ki a 109 millió forintból épülő piac, amely a helyi termelőket segíti majd. Az óvoda mellett pedig 139 millió forintból építenek bölcsődét. A településen jelenleg közel 1900-an élnek, évente pedig 30-32 gyermek születik, ezért is van szükség az intézményre. Ennek a közbeszerzése zajlik, elég nehezen jutunk a végére, hiszen szakember hiányjal küzdik a térség. Megfelelő kivitelező kiválasztása elég nehézségekbe ütközik, mert olyan szakembereket akarunk, akik minőségi munkát is tudnak a végén produkálni. Ugye nem kevés pénzről van szó, nekünk kötelességünk olyan embereket alkalmazni, akik jó minőségben és határidőre tudnak dolgozni. Nehéz ezt is megoldani. A polgármesteri hivatal és községháza is megújul a közeljövőben. Itt energetikai fejlesztéseket terveznek, így például a hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, illetve a tető átépítése is elkészül majd. Ennél a beruházásnál már megtörtént a kivitelező kiválasztása. A nyári betakarításra kellő körültekintéssel kell felkészülni tűzvédelmi szempontból is, hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Éppen ezért különösen fontos a munkákban résztvevő erőgépek karbantartása, valamint az aratás, a tarló és a növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, illetve betartása. Idén eddig 142 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat a megyében, köztük több mezőgazdasági tűzesethez is. Ez a bálázógép még július elején égett ki Sényő határában. A munkagép mellett 5 hektáros területen a learatott búza, valamint 6 darab körbálás szalma is kigyulladt. A betakarítási munkálatoknál a surlódó alkatrészekkel működő mezőgazdasági gépeknél a hőség és a szárazság miatt fokozottan tűzveszélyes állapot alakulhat ki. Éppen ezért aratáskor is be kell tartani a tűzvédelmi szabályokat, különben könnyen odaveszhet a gép, de rosszabb esetben a termés is. Ezeket megelőzendő, ugye a mezőgazdasági szakemberek korábban ugye elvégezték az erőgépek, munkagépek szemléjét, ezek dokumentumait maguknál tartják, de tűzoltókészüléket, megfelelő minőségi tűzoltókészüléket is készenlétben kell, hogy tartsanak. Figyelemmel kell lenniük a védőszántás fontosságára, és az említett erőgépeknél a megfelelő állapotot nem csak a korábbi szemle során kell majd megtartani, hanem a teljes aratási időszak alatt is. Idén a megyében ugyan a márciusi és áprilisi főidőszakban csökkent a szabadtéri tűzesetek száma, de így is jelentős számban vonultak ki a tűzoltók ilyen esethez, köztük a mezőgazdaságot érintőhöz is. Jelenleg 142 szabadtéri tűz felszámolását végezték el ebben az évben a megyebeli tűzoltók. Ezek közül néhány volt ilyen kifejezett mezőgazdasági tűz jellegű. Az említett erőgép, munkagép gyulladt ki, volt, hogy már learatott tábla, össze nem húzott szalmája gyulladt ki, volt, hogy gyermeki tevékenység miatt gyulladtak ki már összehúzott bálázott mezőgazdasági
termékek. A tűzesetek megelőzése érdekében nem csak a gépeket, de a betakarítást érintő szabályok betartása is fontos. Továbbra is kiemelt veszélyforrás a dohányzás, ez a gabonatáblákon és a gépek fülkéiben tilos, aratás idején a gabonatáblától legalább 15 méterre biztonságos, éghető anyagoktól mentes helyen lehet dohányzó helyet kijelölni. Mind a csempészet dohányt, mind az ehhez használt járművet lefoglalták egy ukrán férfitól a Záhonyi határátkelő helyen. A NAV munkatársai gyanúsnak tartották a Mercedes kis busz tetőlemezét, amiről megállapították, hogy a csempészéshez megfelelően alakították át, és mintegy 700 doboz cigarettát találtak elrejtve alatta. A járművezető beismerte, hogy ő rejtette el a dobozokat, az utastársa tudta nélkül. A helyszínről a vezető és utasa is gyalog távozott, a vámosok pedig mintegy 1,5 millió forint vámigazgatási bírságot szabtak ki a sofőrre, valamint költségvetési csalás miatt feljelentést tettek a pénzügyi nyomozóknál. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elrendelte egy ásványvíz forgalomból való kivonását. A 2019. november 25-ig fogyasztható San Benedetto Oligominerale Naturale megnevezésű 1 literes ásványvizet egy vásárló jelentette be a hatóságnál. A Nébik szakemberei megállapították, hogy az ásványvíz fogyasztása alkalmatlan, és hogy a hasonló azonosítókkal rendelkező termékek olasz jelölő címkével vannak ellátva, amik nem felelnek meg a magyar szabványnak. A visszahívás csak az említett paraméterekkel ellátott termékeket érinti. Múlt héten kétszer emelte az üzemanyagok árát a MOL, így péntekre a benzin literenkénti átlagára 402 forintra, míg a gázolaj ára 410 forintra nőtt. Az elmúlt napokban azonban csökkent a nyersolaj hordónkénti ára, valamint a forint is közel 3%-ot erősödött a dollárhoz képest. Mindezt összevetve a hétre jelentős üzemanyagár csökkenés prognosztizáltak a szakértők, amelynek első lépcsőjében szerdára 2 és 3 forinttal viszi lejjebb a MOL a gázolaj és a benzin bruttó árát. Így a hét közepétől a 95-ös benzinért átlagosan 399 forintot, míg a gázolajért 408 forintot kérnek a töltőállomásokon. Szépen fejlődik, már több mint 100 kg-ot nyom a nyíregyházi állatpark afrikai elefántborja. Az apróság könnyen beilleszkedett az elefántcsapatba, anyja gondoskodóan terelgeti kifutójukban, és mostanra az is kiderült, hogy nőstény ivarú. Egy hónappal ezelőtt természetes úton komplikációmentesen hozta világra az anyja a kis afrikai elefántborjút a nyíregyházi állatparkban. A 10 éves Svédországból érkezett Kwanza névre hallgató, 19 éves nősténynek ez már a második borja. Az idősebb hímborjú, Kito, 3 évvel ezelőtt született. Kwanza párja, a két udód apja, a 26 éves Jack nevű elefántbika jelenleg a svájci Bázelben egy tenyészprogramban vesz részt. Afrikai elefánt Magyarországon csak a Nyíregyházi állatparkban látható, ahol eddig 3-szor született utód, elsőként 2007-ben, majd 2015-ben és idén júniusban. A kis afrikai elefántborjú párnaposan esett át az első állatorvosi vizsgálatán, akkor 86 kg-ot nyomott, és kiderült az ivara is, hogy egy leányzóról van szó. Azóta is gyönyörű szépen gyarapszik, most már több mint 100 kg-os testtömeggel bír, és az ő jelenlétével már 4 tagúvá vált a Nyíregyházi Állatpark afrikai elefánt csapata. A világ legnagyobb és legerősebb szárazföldi emlőse az afrikai kontinensen honos a Szaharától délre. Manapság az ottani nemzeti parkok és más védett területek lakója. Az afrikai elefántnak egy nagyobb és egy kisebb termetű alfaja van. Az előbbi fajta bikája 3,4 méter magasra nő, súlya eléri a 6 tonnát. A tehén kisebb, 2,8 méternyi és 4 tonnás. A legjellemzőbb testrészük az ormányuk, 2 méter hosszú. Bronzéremmel tért haza Helsinkiből a Junior Európa bajnokságról 6 házidóra. A nyíregyházi úszó a 200 méter pillangó döntőjében 2 perc 11 másodperc 54-es idővel végzett a harmadik helyen. Gyula Sándor tanítványa 50 és 100 pillangón, valamint a 4x100-as vegyes váltó tagjaként is rajtkőre állt Finnországban.
Minden idők legjobb szereplését produkálta a Helsinkiben megrendezett junior Európa-bajnokságon a magyar úszó válogatott. A 12 arany, 2 ezüst és 5 bronzéremmel Oroszország mögött az éremtáblázat második helyén végeztek a magyarok. Az egyik bronzéremet a nyíregyházi hatházi Dóra szerezte 200 méter pillangón. Gyula Sándor tanítványa 200-on és 100-on már tavaly teljesítette a kiutazáshoz szükséges A-szintet, így nyugodtan készülhetett a kontinens viadalra. Tavasszal egy 3 hetes madeirai edzőtáborban igyekezett a legjobb formába kerülni a 15. születésnapját decemberben ünneplő úszó, akivel szemben nem volt nagy elvárás a 18-19 éves riválisokat felvonultató mezőnyben. A cél leginkább az volt, hogy döntőbe kerüljek, mivel 2 évvel fiatalabb vagyok, mint a többiek. A döntőben második idővel sikerült bejutnom. Ennek is már nagyon örültem, és a döntőben pedig már mindegy volt, hogy hanyadik leszek, már az is nagy dolog volt, hogy ott vagyok. Az 50 és a 100 pillangó sikerülhetett volna jobban is, ugye ez nem az én számom, mert kisebb vagyok, mint a többiek, és hát lerajtolnak, de próbáltam ezekben a számokban is a legtöbbet kihozni magamból, és hát most ennyi sikerült. Gyula Sándor edző szerint Dórának egyelőre a leghosszabb távon van esélye jó szereplésre az idősebb és fizikálisan erősebb riválisok között. A 200 pillangóhoz főleg a állóképesség szükséges, és Dóri egy alacsony, vékony kislány, ami azt jelenti, hogy a 100 méteren a nagyobb versenyek lerajtolják, lefordulják, és erre kell koncentrálnunk, amíg esetleg ezek a nagyobb versenyzők nem tudnak olyan állóképesek lenni 200 pillangó, mint Dóri. Tehát annak köszönhető az eredménye, hogy a 200 pillangón főleg jó állóképessége rendelkezett. Nyíregyházi úszó legutóbb 21 évvel ezelőtt szerzett érmet korosztályos Európa-bajnokságon. 1997-ben Pécsen lett 100 mellen a második, 200 mellen pedig a harmadik helyen végzett Glasgow-ban. Mivel hamarosan elkezdődik a versenyúszoda építése a megyeszékhelyen, a sportcentrum ügyvezetője bízik abban, hogy nem kell újabb 2 évtizedet várni a következő éremre. Roppantul örültünk a Dóri sikerének, és hát természetesen azért vannak még olyan lehetőségek a tarsolyunkban, a fiú vonalon is, akik a jövőben ilyen hasonló és ilyen szép sikereket elérhetnek. Pénzparipa fegyver adott az úszoda beruházáshoz, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Nyíregyháza megyőjogúváros lakossága hamarosan láthatja az első kapavágásokat, és itt a Continental Arena tövében hamarosan elkezdődik az építkezés. Hatházi Dóra legközelebb július utolsó hétvégén Győrben az országos serdülőbajnokságon áll rajtkőre. Az EB bronzérmes célja, hogy 50, 100 és 200 pillangón is az első helyen végezzen. Hazai pályán a Kazincz Barcika ellen kezdi a bajnokságot. Július 29-én a Nyíregyháza Spartakusz. Bozsik József együttese a legutóbbi felkészülési meccsen az osztálytárs Monort verte 3-2-re. Távozott a klubtól Csilus Tamás, Sinanovics és Kelemen. Érkezett viszont az MB2 korábbi gólkirálya Daru Bence. A felkészülés 4. hetében jár a Nyíregyháza Spartakusz, a szakmai stáb a konditeremben és az örökösvaldi pályán igyekszik az időszaknak megfelelő terhelésben részesíteni a játékosokat. Ahogyan az ilyenkor lenni szokott, alakul a játékos keret is. Már nem a klub labdarúgója, Csirus Tamás, Sinanovics Sinan és Kelemen Dávid. Érkezett viszont az NB2 2015-16-os szezonjának gólkirálya, Daru Bence, aki legutóbb Győrben szerepelt. Bár a felkészülési időszak nem tartozik a futballisták kedvencei közé, a 38 fordulós másodosztályi bajnokság kezdetéig le kell rakni az alapokat. Sok edzés van, összetett a program, mindenkinek ugye személyre szabott feladata van. Úgyhogy nem vagyunk friss állapotban, de azt gondolom, hogy ez így van ilyenkor jól. Alakul a csapat, ugye kicserélődött a csapatnak a nagy része. Ugyanakkor azt mondhatom, hogy az új játékosok jól beilleszkedtek, és javában zajlik a munka. A Spalia Debrecenben elszenvedett 2-0-ás vereséggel záruló edzőmeccs után másodikként az NB2-es újonc Monor ellen lépett pályára. A 2x60 perces találkozón Hornyák 2 góljával és Fodor találatával 3-2-re a nyíregyháziak győztek. Abszolút a terhelésen van a hangsúly, illetve az apróbb dolgokat próbáljuk még csiszolni és beállítani. Én nagyon örültem személy szerint a gólomnak. Több gólt várok a következő szezonban saját magamtól, ez az egyik célkitűzésem. Azt hiszem, itt a csapat szinten látszik az elképzelés, tudjuk, hogy mit szeretnénk futbolozni a szezonban, és ennek fejében dolgozunk hétről hétre.
Elkészült az NB2 sorsolása is, amely szerint július 29-én hazai pályán a Kazincbarcika ellen kezd a Spari. Addig még 4 edzőmeccs vár Fodorékra, szombaton délelőtt a Mezőkövesd, délután a Kisvárda, egy héttel később pedig a Tiszaújváros, majd a Nyírbátor ellen játszik Bozsik József együttese. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A 2016. január 1-től elérhető kedvezményes 5%-os lakásáfát várhatóan nem hosszabbítja meg a kormány, így 2019. december 31-ig lesz még érvényben. A kormány ezt annak érdekében vezette be, hogy támogassa az otthonteremtést, az elmúlt időszakban azonban az ingatlan befektetők célpontjává vált az alacsony áfa. Megújult az egészségház, valamint épül a piac és a bölcsőde Piricsén. A település a terület és településfejlesztési operatív program forrásából nyert támogatást a beruházásokra. Utóbbi kettőnél még a közbeszerzés zajlik, az egészségházat pedig lassan átadják megújult állapotában. A községben évente mintegy 32 gyermek születik, ezért is van szükség az óvoda mellett épülő bölcsődére. A nyári betakarítások kellő körültekintéssel kell felkészülni tűzvédelmi szempontból, és hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Éppen ezért különösen fontos a munkákban résztvevő erőgépek karbantartása, valamint az aratás, a tarló és a növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, illetve betartása. Idén eddig 142 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat a megyében, köztük több mezőgazdasági tűzesethez is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 10-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik internetes oldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. Holnap változékony, de meleg időre van kilátás. Északnyugat felől szerdán este hideg front éri el térségünket, ami számottevő lehűlést nem okoz, de előtte zivatarok kialakulása várható. Az éjjeli órákban gyengén és erősen felhős időszakok váltakoznak, a záporok, zivatarok az esti órákban fokozatosan lecsengenek. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a néhány órás napsütés mellett többször is erősen megnövekszik a felhőzet, és záporokra, zivatarokra több alkalommal is számítani lehet, majd estétől eső várható. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás várható térségünkben, 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. A hét további részében napos, száraz, de gyakran szeles időre van kilátás, kevés gomoly felhővel. A hőmérséklet lényegesen nem változik, általában a sok évi átlagnak megfelelően alakul.